A mai mérkőzés nagy jelentőséggel bírt az extraligás csapat számára. Mi volt a tétje ennek a találkozónak? Hogyan készültetek, milyen előjelekkel erre az összecsapásra? Hát ez mindig nagy rangadó Székesfehérvárral, a múlt évben is, meg most is. És Székesfehérváron kikaptunk 8-4-re. És az őszi forduló után, ami idáig történt, egy ponttal megelőztek. Tehát mink is vesztettünk, ők is vesztettek, döntetlenek, meg minden. De az volt a tét, hogy a mai meccsen, aki nyer, az vagy elhúz a másiktól, vagy visszaelőz. Tehát egy pontot most behoztuk, és most mink vezetünk egy ponttal előttük. Tehát azt jelenti, hogy a negyedik helyen vagyunk, ami hát jelent egy Final Four-t, de ez még nincs vége, még van 3 forduló. Tehát ez, aki hibázik, az még lemarad. Tehát még, tehát 3 forduló van hátra, Szegedre megyünk, Komló jön, és Győr jön. Tehát őnekük ugyanilyen nehéz, tehát aki hibázik, az lemarad, aki nem hibázik, az meg mehet majd a Final Four-ra. A mai mérkőzést hogyan tudnád értékelni? Egy szép siker, ugye győzelem, de hogyan sikerült ezt a győzelmet elérni? Hát kovácsoltuk egybe a csapatot, tehát a legjobb csapattal, és úgy érzem, hogy a legjobb pillanatban tudtuk ezt a meccset lejátszani. Ugye hazai pályán az is számít, tehát a pingpongban is számít. A hazai pálya, a terem, a minden, aki meg van szokva. Úgyhogy a 8-4-et most ugyanúgy visszaadtuk, ahogy kikaptunk Székesfehérváron. Tehát jól játszottak a fiúk, szinte azt mondhatom, hogy a 4 közül senkin sem láttam rossz pillanatot, tehát amikor még elvesztettük azt egy-két meccset, tehát akkor is még jól játszottak, csak hát most mellénk, a szerencse mellénk szegődött, hogy 3-2-es meccset meg tudtunk nyerni utolsó pillanatban, mert ez Székesfehérváron pont fordítva volt. Milyen összetételben lépett pályára ma a csapat, és kik voltak a húzó emberek, vagy esetleg mindenkit lehet dicsérni? Hát mindenkit lehet dicsérni. Igazából itt most annyira összeért a csapat, mert van 2 idősebb játékosunk, a Zoli meg a Vajda Viktor, de a 2 fiatal is nagyon följött hozzájuk. Tehát a Gyilász is, meg a Balázs is nagyon följött hozzájuk, és most már egál meccsek, tehát szinte ugyanannyit nyertek, mint az idősebbek, és hát ez egy csapat szellembe, egy csapat erősségébe, ez sugárzik, tehát ez nagyon, nagyon jó, mert ha valakinek nem is sikerül, akkor is még jók vagyunk, úgyhogy na, ez örülök neki, és ez szuper, jó lett. Hogyan látod, lehet álmodorozni a legjobb 4 közé kerülésről ezután a győzelem után, és mekkora eredmény lenne a Sótatkerti Asztali Tenisznek, hogyha bekerülnétek a Final Four-ba? Hát ezt megismételni tudnánk, mert tavaly olyan oldalágon megúsztunk és bekerültünk. Most már jobban figyelnek ránk, és a középcsapatok erősítettek, tehát mink azzal vagyunk most jók, hogy a fiatalok, amit az előbb mondtam, följöttek, és most már tehát egyenrangúak, de az ellenfelek is igazoltak kőkeményen, és hát ez a pingpongnak egy szeretete, meg a mindene fog dönteni, tehát most ezt nem tudom szavakkal szinte kifejezni. Nehéz pillanatok, azt is túl érjük, mert most is volt az egy nehéz pillanat. És akkor, hát ezzel, hát nem csak Sótvadkertnek, tehát egész régiónak, vagy az egész vidék Magyarországnak is dicsőséget szerzünk, hogy egy ilyen kis város, mint Sótvadkert, ott csatázunk, ugye az előbb mondtuk már, hogy Székesfehérvár, Szeged, Győr, tehát Pécs, tehát Miskolc, tehát ilyen megyejogú városokkal csatázik egy ilyen kis város, és hát ez mondjuk a Lej Balázsnak köszönhető, hogy ő olyan erős már a serdülő kora léttére, vagyis hát most már ifjúsági első éves, olyan erős játékban, hogy
hát tudunk ebbe a ligába ilyen eredményeket elérni. A mérkőzés után ünnepi pillanatok voltak, mit lehet tudni erről a programról? Igen, ez az érmeket már megkaptam már olyan 10 hónapja körülbelül, csak soha nem volt egybe a csapat. Na még volt, amikor el is felejtettem, pedig ide voltak készítve, és akkor na most volt az a pillanat, egy győzelem után, meg együtt a csapat, és akkor megkapták az érmet, ugye tavaly évben harmadikok lettünk a fejben fogva. Mennyire örömteli pillanat az, hogy ismét ott álltok egy ilyen siker kapujába, és hogyan készültek a további hetekben, hiszen gondolom, hogy ez azért ösztönzőleg hat a fiúkra. Hát ez gyorsan fog pörögni, holnap Szegedre megyünk, 7-én Komló jön, tehát itt nem nagyon lehet itt gondolkozni, itt csak edzeni lehet, és akkor majd lesz, ahogy lesz. A régmúlt időkben oszlopos tagja voltál a Sotatkerti asztali tenisz csapatnak. Most már azért ugye változtak az idők, teljesen új terem, asztalok, ütők, ugye a korábbi évekhez viszonyítva, hogyha visszamegyünk több 10 évet. Hogyan látod a fejlődést, milyen visszatérni ide az asztali teniszbe? Büszkeséggel tölt el az egész dolog, mert tényleg az ősi időktől kezdve itt játszottam, itt éltem. Vadkert mindig a szívem csücske. Azt hiszem, az is marad. Látni azért a fejlődést ugye az asztalokban, a minőségben, a játéktérben. Korábban, sok-sok évvel ezelőtt milyen lehetőségek voltak ilyen szempontból? Hát egy az, hogy egész más rendszer volt, másképp éltük meg a dolgot. Kimondottan úgy gondolom, hogy az egyéni elképzelések érvényesültek itt. Ebben ugye az Ambrus Feri az meghatározó személyiség a mai napig is. Hát ő nélküle nem volna ez, ami ma itt történt. Csoda szép meccs volt. Amikor a korábbiakban még aktívan asztali teniszt esztél, akkor kikkel sikerült itt helyi szinten egy csapatban szerepelni? Milyen emlékek vannak? Hol volt egyáltalán Sotatkerten erre lehetőség? Ezt a Fehér Laci bácsinak köszönhetem, azt hiszem, vagy köszönheti az egész csapat, mert megkaptuk a kis tornatermet az iskolába, és ott csináltunk komoly edzéseket, hát akkor még bőven szívvel, ami szembennek. A mai mérkőzésen ugye szurkolóként vettél részt, milyen látni az együttest az extra ligában, a legmagasabb szinten, hiszen a Sotatkerti asztali teniszos most ott szerepel. Hát én azt gondolom, hogy csúcson vannak a fiúk. Nagyon kemény és nagyon jó játékot láttam, de az ellenfél csapata is nagyon-nagyon kemény és jó volt. Csak gratulálni tudok mindenkinek. Úgy tűnik, hogy ezzel a győzelemmel a Final Four-ba került a csapat. Mekkora eredmény ez, hogyan látod? Nem csak helyi, hanem országos szinten. Vadkert részéről lesz sporttörténelem, azt hiszem. És nagyon-nagyon megtisztelő a férfi első osztályba látni őket. Egy kemény, jó meccsen. Azt hiszem, hogy utoljára csak televízióban láttam ilyen szintű játékot, és az vagy a svéd, vagy a német válogatott volt. Csak gratulálni tudok. Gratulálok a mai szép győzelemhez és a sikerhez. Hogyan láttad a mai teljesítményedet, hogyan tudnád értékelni, milyen eredménnyel zártad ezt a mérkőzést? Párossal kezdtünk, ott kikaptunk sajnos 3-1-re. Én azt hittem, hogy ott azért több esélyünk lesz, vagy nyerni is tudunk, de nem tudtunk. Utána az első egyéni meccsemnél játszottam a Jakab Gáborra. Ellene nem szeretek játszani, mert úgy gondolom, hogy nagyon szétbírja szedni a játékomat, de őt megbírtam verni 3-1-re, annak örültem. Utána játszottam a kis egy Ákossal, ott elég, nagyon jól indultam, 2-0-6-2-re vezettem. Utána azért ő is kitalált valami új taktikát, és sikerült döntőszedbe, döntőszedet játszani, de ott simán nyertem a döntőszedben.
a harmadik meccsen még a Zombori Dáviddal játszottam. Ellenen se szeretek játszani, szerintem ez az extraligás csapat számunkra a legkellemetlenebb. A Zombori Dávidtól kikaptam 3-0-ra, ott nem volt esélyem. De a csapat az nagyon jól játszott, szerintem már a meccs elején eldőlt, hogy nyerni fogunk, mert olyan meccseket bírtunk majd nyerni, ami általában nem szokott nekünk jönni. És de jól játszott a csapatunk, mindenki egybe volt, szerintem elégedettek lehetünk. Mennyire tudtatok készülni, te vagy akár a csapat az ellenfélből, ismertétek-e az ő erősségeiket, gyengeiket? Hát igen, már játszottunk velük 3-szor, eddig egyszer sem tudtuk megvenni őket, 2-szer kikaptunk, elsőnek döntetlent játszottunk, a bajnokságban előttünk vannak, ez a győzelemmel szerintem megelőzzük őket, most mi vagyunk így a 3. helyen, szerintem kellemetlenek nagyon. Más csapatok el nem tudnak már jól játszani, szerintem itt ellenünk. De most szerencsére megbírtuk őket fogni. És azért, hogyha rád nézünk, akkor látjuk a fejlődést nem csak a játékodban, hanem a méretekben is, ugye egyre magasabb vagy jobb a fizikális állapotod. Miben változik ilyenkor az asztali tenisz számodra? Hát igazából minden változik ilyenkor. A lábammal jobban be kell hajítanom a lábamat, és ez azért több erőt igényel, szóval erősödnöm kell, erősíteni kell minden izmomat, de aztán most úgy gondolom, hogy már hozzászoktam ehhez, és már előnyömre tudom ezt fordítani, hogy nőttem. Van még hátra 3 bajnoki mérkőzésetek. Hogyan látod az esélyeket és a magad esélyeit? Játszunk Komlóval, Győrrel, a harmadikat azt nem tudom, de Szeged. Szerintem minden 3 csapatán tudunk nyerni. A Komoló az olyan számunkra, mint a Honvéd nekünk, hogy tehát jobbak tőlünk, de megbírjuk őket verni. A Győr ellen ott mindenféleképpen nyerni kell, ha Final Four-t akarunk játszani. És a Szeged ellen az holnap lesz, ott meg azt gondolom, hogy nyerni fogunk.